Jézustól megkérdezték, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlevő gonosz világból, Istennek a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is, örökkön örökké. Ámen. Szeretettel köszöntünk mindenkit, akivel... Isten igényére figyelő közösséget alkothatunk, és Urunkra, Krisztusra tekintve testvérként szólíthatunk meg. Énekeljük, vagy legalább kísérjük figyelemmel a 478-as dicséret első három versét a református énekeskönyvből. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémed bátorítsad. Ó, örök úristen, a veszedelmekben megben, segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz Úristen, kételkedésemben, hitemed gyámholítsad. Ami közösségünk, igére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Vezesse és kísérje a lelkünket, Urunk szent lelke. Ámen. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban Istenünk igét, a Lukács írása szerinti Evangélium 19. fejezetének végétől, a templom tisztítás történetétől indulva olvasom, a református Bibliaolvasó által mára ajánlott igeszakasz végéig a 20. fejezet 8. versével bezárólag. Hagassuk úgy, mint Istenünk bennünket is megszólítani kész szavát. Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, oda léptek hozzá a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ámen. Istenünk tegye szent lelke jelenlétében világossá és érthetővé számunkra az ő igéjét, hogy az befogadhassuk szívünkbe, és gazdagodjon életünk az ő dicsőségére. Jöjjetek ezért, imádkozzunk is közösségben. Mindenható Istenünk, örökkévaló édesatyánk a Jézus Krisztusban, dicsőítünk Téged, amiért bár a közösségi életünk beszűkült, korlátoltá vált, veled közösségben lehetünk, és gyakorolhatjuk is ezt az általad felkínált és Krisztusban megpecsételt szeretett közösséget úgy, hogy igétre figyelünk, rád figyelünk. Magasztalunk, amiért erre még korunk kommunikációs eszközöit is használni tudod és köszönjük, hogy a veled való kapcsolat és annak ereje a készülékek közbeiktatásának dacára nem virtuális, hanem tényleges és megtapasztalható valóság. Bűnbánattal valljuk meg előtted, szerető Istenünk, hogy nem mindig engedjük, hogy ez a valóság határozza meg életünk alaphangját. Megfeledkezünk rólad és útmutatásodról, belefeledkezünk a saját életünkbe és gondjainkba, Addig megyünk, hogy még egy vírus erejének és terjedésének is úgy rendelünk alá mindent, hogy neki adjuk a koronát. Ahelyett, hogy mind a bajban, mind a jóban azt élnénk és vallanánk meg, hogy te vagy a mi királyunk, a Tied a hatalom. Irgalmadat és hitünk megerősítését kérve tőled könyörgünk. Vond magadra hatalmasan a mi figyelmünket, hogy tudjunk igédre figyelni, ahogyan tette az odaadóan az egykori nép Jézus körül, és hogy nekünk bátorságot felmerülő kérdéseinkkel is hozzád közeledni, ahogyan tették azt egykor a főpapok, írástudók és vének. És hogy nekünk bölcsességet kérünk, hogy mindezt tudjuk minden alattomos szándék és színlelés nélkül tenni, őszintén testvérekként és gyermekeidként, akiknek Jézus Krisztus által örökséget készítettél. őre tekintve és ő érte kérünk, szólíts és vonj közel magadhoz igéddel és szent lelkeddel minket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igét, amelyel megszólított engem és amely nyomán most az ő örömüzenetét hirdetem közöttetek az ő szent lelkét segítségül hívva, az imént felolvasott szakaszból, a Lukács írása szerinti evangéliumból emelem ki a 20. fejezet első két versét, ahol ezt olvassuk. Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet Jézus, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt? A hatalmat. Ámen. Kedves testvérek, ijesztő fenyegetéssel és szokatlan intézkedésekkel terhelt napjainkban néhány örömüzenetet szeretnék kiemelni ebből a bibliai szakaszból és a szívetekre helyezni az Ikenyomán. Az első, amit kiemelek, az a biztató és a jelenlegi helyzetben is kapaszkodót adó tény, hogy Jézusnak van hatalma. Bár a történetünkben egy kérdőjellel fémjezett mondatban van erről szó, hiszen a népvezetői, a főpapok, az írástudók és a vének együtt kérdést szegeznek az Isten fiának, amikor odalépnek hozzá és így szólnak, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Az egyetlen dolog, ami mindebből kisült, az, hogy nem vitatja senki, hogy Jézusnak hatalma van. Jézus hatalmas úr, az egyetlen dolog, ami sehol sem kérdőjeleződik meg a történetben, az, hogy hatalommal bír a mi Urunk. Ez vitathatatlan, és még a számonkérű küldöttség tagjai számára sem vitatott tény, sőt, valószínűleg általuk is tapasztalt valóság, hiszen érzik, látják, szembesülnek vele, hogy belőlük, az írástudókból, a főpapokból, sok tanulással elsajátított tudáson keresztül sem ragyog át olyan bölcsesség, mint Jézusból alapjáraton. Ők nekifutásból sem tudnak olyan hatalommal rendelkezni, mint Jézus helyből. Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók, olvassuk az evangéliumi beszámolókban többször is. Egy olyan hatalom ez, ami elcsodálkoztató többletként jelentkezett, már akkor, amikor Jézus 12 éves volt. Emlékszünk az Evangélium elbeszéléséből, elkalandozott a szüleitől, akik három napon át keresték, és a templomban találták meg, ugyanazon a színhelyen, ahol most is találkozunk vele, megtalálták, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Most pedig friss és frissítő hullámként ugyanazon a helyen, a templomban a megtisztítás után szól. A megtisztítással is elcsodálkoztatta és ledöbbentette, rádöbbentette a főpapokat és írástudókat, hogy tud töbletet adni, tud valami olyanra rámutatni, amire ők nem is gondoltak, rá tud mutatni arra is, hogy az ő saját házuk táján, az ő életterületükön, a templomban sincs rend üzletté, rabló, barlangá lett, emberi felségterületté lett, ahelyett, hogy az Istenre és a szavára segítene figyelni. Jézus pedig helyre helyreigazító lépést tesz, nem annyira fizikai erejével, mint inkább Isteni szavával az én házam imádság háza legyen. Ezt az emberi szavak szintjére közénk ereszkedett, mégis óriási hatalmat látják és tapasztalják a vallási tanítók, és csodálkoznak rá arra döbbenten, féltékenyen is, hogy az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt. Ez minden tanító álma. Hogy akik hallgatják, az, azok, azok döbbent figyelemmel tudják hallgatni. És Jézusban ez. Ez a csoda teljesül be folyamatosan, és felragyog a főpapok, írástudók és vének előtt is szembesíti őket kicsinységükkel, úgyhogy még kérdésükkel is csak elismerni tudják a Názáreti hatalmát. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Jézusnak van hatalma az övékénél nagyobb hatalom, mindennél nagyobb hatalom. Ezt tudatosíthatjuk magunkban örömmel, ezt ragadhatjuk meg hittel jelenlegi helyzetünkben is. Bár elhatalmasodik a világon a koronavírus terjedése, meg az attól való félelem, és a magát nagy tudásúnak vélő emberiség szembesül hatalma korlátaival és kicsinységével, azzal, hogy egy egészen pici szemmel láthatatlan parány is meg tudja borítani az egész rendszert, jó tudni, hogy Jézusnak van hatalma. Minden és mindenki fölött, ami minden káoszban, még a haláléban is új rendet tud vágni. Neki van hatalma, ami minden Istenellenes és életellenes erőnél erősebb, mert Isteni hatalom, az élő Isten ereje. Hát ez a második üzenet, amit a mai igen nyomán a szívetekre szeretnék helyezni, hogy Jézus hatalma isteni eredetű gazdagító hatalom. Bár első olvasásra nagyon kritikusnak tűnik, meg számon kérőnek is tűnik a vének kíséretében érkező főpapok és írástudók kérdése, tulajdonképpen egy nagyon elismerő és árulkodó megfogalmazásban tárul elénk. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Nyilvánvaló belőle egyrészt az, amit az előbb már körvonalaztunk, hogy Jézusnak van hatalma, ezen túlmenően azonban kiérezhető belőle az a sejtés is, hogy a názáretin keresztül megmutatkozó erő többlet erő, túl utal önmagán, túl utal az egyszerű názáreti ácson. Nyilvánvaló belőle, hogy itt egy többletről van szó. Valahonnan kölcsönzött egy felsőbb forrásból merítő hatalom mutatkozik meg földi körülmények között. Ki adta neked ezt a hatalmat? Kérdik. Honnan merítesz? Ki az, aki mögötted áll? Ki az, aki fölötted van? Hiszen a hatalom nem csupán emberi adottság, még a politikai szinten érvényesülő hatalom sem csupán emberi adottság, hanem van benne valami fentről adatot, mindenképpen van benne Isten előtti felelősség is. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked, mondja az elárult Jézus az őt kikérdező Pilátusnak. Jézus pedig arról kérdezik a főpapok, hogy az ő esetében a felülről az mi. Ki áll mögötte, fölötte, kiből merít ő? Hát kiből merítene? Hát kit jelenítene meg az, akinek élete nyomán csak áldás mutatkozik, hanem az Úr Istent, a jó Istent magát? Ki adta neked ezt a hatalmat? Nyitott kérdésként már felvetődött egyszer ez a Lukács írása szerinti Evangélium 11. fejezetében, ahol egyesek addig a feltételezésig ragadtatták magukat, hogy a názáreti hatalma talán nem is emberi, talán emberfeletti, de nem is isteni, hanem az ördögök fejedelmére vezethető vissza de már ott is nyilvánvaló volt, olvasunk majd utána, hogy Jézus hatalma nem sátán ilyen romboló, hanem Isten ilyen építő hatalom, egyértelmű a forrása. Ilyen hatalmat csak Istenből merítve lehet gyakorolni. Ugyanezt sejteti a főpapi küldöttség megfogalmazása, és a kérdésük még ha burkoltan is a legnagyobb és legtitokzatosabb hatalomra az Istenére utal. Sejtették ők, ha ugyan nem tudták, hogy csak a mindenhatótól kapott hatalommal lehet így tanítani, gyógyítani, helyreigazítani, életet kiteljesíteni, cselekedni. Csak Istenből merítve lehet mindig szolgálni. Mindig Isten ilyen jó dolgokat tenni, még a pokoli világ közepette is, és soha nem visszaélni a hatalommal. Ennek Istentől kell jönnie. Ezért furcsa az, amit a főpapok felvetnek, nem az a furcsa, hogy felvetődik, hanem az, hogy ez kérdésként vetődik fel. Akár hitvallásként is hangozhatna hatalom adatot neked, onnan felülről. Mindenek fölöttről, mindenek fölötti hatalom, de ezt nem merik bevállalni. De jó, hogy mi bevállalhatjuk, hogy mi megtapasztalhatjuk alázatosan, és biztosan tudhatjuk az evangéliumból Jézusnak isteni teljes hatalom adatot. Neki adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt gyakorolja minden és mindenki fölött, mi fölöttünk is, és ezzel a minden hatóságával él, nem pedig visszaél. Mindig emberi életünket az Isten felé nyitva és kísérve él a hatalmával, ez pedig vigasztalás és biztatás, hatalmas biztatás, még a járványos időben is. Az értünk emberré lett mindenható Úr, Jézus hatalma hozzánk közel hozott, közellevő, mégis mindenek fölött álló Isteni hatalom. A harmadik dolog, amit bátorító üzenetként szívetekre szeretnék helyezni a mai igéből az, hogy Jézus hatalma cselekvő hatalom. Kitetszik ez a tény már a kérdésből is. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy kiadta neked ezt a hatalmat? fogalmaz az ellenségesen közeledő küldöttség. Még az ellenlábasok is észrevették, hogy a názáreti hatalma cselekvő hatalom. Észlelték Jézus cselekedeteit és hatalmát. Furcsa és visszás az, ha mi nem észleljük. Ha mi nem vesztük észre, hogy ez a hatalom cselekvő hatalom hogy Isten Jézusban hozzánk közeledett hatalma, akcióban levő hatalom. Nem önmagában nyugvó nagyság tőlünk függetlenül, hanem az emberi életbe bevonódó, működő hatalom, bennünket az életre segítő hatalom. Ő cselekszik, még a baj, még a vírus terjedés közepette is cselekszik, nem hatalmát fitoktatva vagy varázsolva, pedig mi türelmetlenségünkben nem egyszer ezt várnánk, sőt diktálnánk, hanem, hanem is a mi elvárásaink mentén szépen, lassan, kitartóan, szeretettel cselekszik az Úr. Azzal például, hogy a vakvágányra álló gazdasági életbe is gazdagodást tud hozni, lelki és kapcsolati gazdagodást. Akcióban van az Úr azzal, hogy nem hagy egyedül a bajban, hanem az elkeseredés közepette és esélyeket teremt. Sok-sok esélyt. Esélyt például arra, hogy újra megtanuljunk együtt élni, és ne csak egymás mellett rohanni, hogy újra megtaláljuk egymást, és az alapsejtektől építsük újra a közösségi életet. Esélyt, hogy töltsünk együtt időt, és így ne csak múljon az élet, hanem teljen is. Esélyt arra, hogy észrevegyük a ránk bízott, az általunk tönkretett világot, és megtanuljuk megbecsülni, óvni, és kész erőt és bölcsességet is adni ahhoz a hozzánk hajló Isten, hogy a nehézségekkel és kullódásokkal járó feladatokkal megbírkozzunk. Jézus az emberi szintre ereszkedett mindenható Isten hatalma, cselekvő, akcióban levő hatalom. Nem kérkedő, nem hivalkodó, nem fitoktatott erő, ez egyébként is mindig csak a kisebb rendűségnek a jele, hanem kimértem biztos, csendesen és alázatosan szeretettel gyakorolt gazdagító hatalom. Olyan hatalom láttuk az evangéliumból is, ami nyugodt tud maradni a háborgó tengeri viharban is, és, és utána le tudja csendesíteni a természeti erőket és Mennyei erő, ami beszélgetésbe kész elegyedni, bajban levőkkel, bénával, vakkal, sükettel, még ellenlábassal is, de nem merül ki szavakban, hanem jobbító tettekben nyilvánul meg, előrébb mozdít, Istenhez közelebb. Olyan hatalom, ami rendet tud tenni a sátán ilyen elszabadult káoszban, az egykori Jeruzsálemi templomban, és a mi lelkünkben és világunkban is és Isten dicsőségét ragyogtatja fel újra és újra. Tud gyógyítani, van hatalma a betegségek és megszállottságok fölött, van hatalma, ahogy olvastuk, naponként megnyitni előttünk az Isten gazdagságát, naponként tanítani az Isten dolgaira, örömüzenetet közvetíteni a földi világba. Számunkra is kész naponta megnyitni a csatornát a mennyi és a föld között, és erőt adni, hogy az itteni küzdelmekben legyen erőforrásunk. Jézusnak van hatalma minden elképzelhető dolog fölött, még a vírus és a halál fölött is. És visszafogott méltóságában ténylegesen és gazdagítóan gyakorolja ezt a hatalmát, soha nem visszaélve vele, még az általunk elfuserált világban sem. Végül a mára kiemelt utolsó üzenet, lehet közeledni Jézushoz és az ő hatalmához. Szép, talán megszégyenítően is szép esét jelenít meg a mai igében, nem csak a Jézust rajongva hallgató nép, hanem a főpapok írástudók tudók és vének küldöttsége is. Ők odalépnek Jézushoz. Kérdezik, tanakodnak a közelében, előtte okoskodnak, majd kapitulálnak, Viszont közel lépnek hozzá. Persze ezt Jézus teszi alappá. Jézus a mindenható emberrészel időlt, gazdagító hatalma alapozza meg ezt a közeledést. Ő volt az, aki a templomban jött közéjük. Ő maga közeledett az ő területükhöz, az ő életükhöz. Ő fogadta még az összeesküvéssel közeledőket is, még a kérdéseikkel együtt is, és beszélgetésbe elegyedett velük, és még akkor is volt szava hozzájuk, amikor. Fondolatosan azt válaszolták, nem tudjuk. Érdekes ez a történet, mert egy nyitott történet Jézus részéről. Csak annyi van benne, hogy én most nem mondom meg nektek. Oda lehet lépni Jézushoz és hatalma közelébe, ezzel pedig Isten közelébe lehet kerülni a Földön a kavargásban is. Ha kérdések is ébrednek bennünk a koronavírus vagy terjedése okán, talán olyan szólj be a papnak, kérdés is, hogy miért engedi ezt az Isten? Lehet közeledni hozzá. Az Úr megalapozza ezt a közeledést, ezt a lépést. Ő egészen közel jött Jézusban, az emberi élet szintjére. Most már nem azzal van rajtunk a sor, hogy hűvös távolságtartásban, meg eredménytelen okoskodásban számon kérjük, hogy miért nem tesz már még egy lépést felénk, miért nem táncol úgy, ahogyan mi szeretnénk hanem inkább arra van lehetőségünk, hogy mi lépjünk közel hozzá. Hallgassuk a szavát, figyeljünk a nyomorúság közepette és az ő gazdagító tetteit, lássuk az ő hatalmát, és ne menjünk azzal szembe, megéljük az ő ígéretes és életet gazdagító közelségét. Az, hogy az ő isteni hatalmának erőterébe léphetünk be, ahol nem a vírusé a korona, hanem az övé mert az övé minden hatalom menjen és földön, övéinek tudhatjuk magunkat mi is. Összefoglalom egy mondatban. A mindenható Isten gazdagító, ma is cselekvő hatalma lépett közel hozzánk, és lett számunkra is menedékké Jézusban, akihez mi is most is bizalommal fordulhatunk. Ámen. Isten igére válaszolva a 402-es számú dicséret első két versét énekeljük a református énekeskönyvből. Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten, minden dolgaimban benned van reményem, te vagy oltalmam, vigaszom nékem. Hogyha bánat árja szemeimre zúdul, Szívem fájdalmára balzsamot ád az Úr, és felszárad a könyv, a seb gyógyul. Könyörögjünk! Hálát adunk neked mindenható édesatyánk a Jézus Krisztusban, amiért érezhettük közelségedet igéd által, és magunk is közeledhettünk most hozzád, annak dacára, hogy nemhogy a Jeruzsálemi templomba, de még saját templomainkba sem mehettünk közösségi alkalomra. Köszönjük, hogy a veled való közösséget nem földrajzi hely alapozza meg, hanem Krisztusban te magad és te vagy az, aki szent lelked által megélhetővé is teszed ezt a megalapozott közösséget, még akkor is, amikor nyomorúság vesz körül és sanyargat. Magasztalunk téged, amiért igéd által is megbizonyosodhatunk afelől, hogy gazdagító, ma is cselekvő hatalmaddal kész vagy közel lépni hozzánk, és lehetővé teszed számunkra, hogy mi is nyithassunk feléd és közeledjünk hozzád bajainkkal együtt. Könyörgünk is, Segíts ebben a közösségben maradnunk veled, és ebből merítenünk erőt mostani helyzetünkben is. Imádságos szívvel ajánljuk kegyelmetbe nem csak magunkat és közvetlen szeretteinket, hanem gyülekezetünket is, ami most nélkülözni kénytelen a megosztott közösségi alkalmakat. Különösen is imádkozunk a fertőzés veszélyének kitettekért, az idősekért, a segítőkért és a megbetegedettekért, betegeinkért, te légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk azokért is, akiknek a vírus okán veszélybe kerül a munkahelyük, a kapcsolatrendszerük. Te légy segítségre gondviselő kegyelmeddel. Te lépj közel hozzánk, és alapozd meg, hogy közeledjünk te hozzád. Imádkozunk településünkért, országunkért, nemzetünkért, ezért a nyomorult világért, amit te azonban kegyelmesen szeretsz, és úgy szeretted, hogy egy szülött fiadat adtad, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő nézve kérünk is, tarts meg és hordoz bennünket kegyelmedben és szeretetedben. Ámen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úrtól tanult imádsággal, amit így adott tanítványainak, ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a Mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az áldás vételére készülve a 478-as számú dicséret 5. és 6. versét énekelhetjük a református könyvből. Ó, teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vidkezésimben Írgalmad bizonyítsad. Ó, szentelő Isten, Erőtlenségimben, kegyelmedet újítsad. Ó, kegyelmes Isten, éltemnek végében, lelkemed boldogítsad a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Ámen. Áldást, békességet!